135 évvel ezelőtt, 1884. augusztus 28-án Kecskeméten született Kovács Andor, tanár, jogtudós, lapszerkesztő. Tanulmányait szülővárosában, Budapesten, Münchenben és Kolozsvárot végezte. Hazatérve több hónapon át a Kecskemét című lap felelős szerkesztője volt. 1910-től a Kecskeméti Jogakadémia büntetőjog jogbölcseleti tanszékén tanított. 1912 és 1918 között szerkesztette a Kecskeméti Híradót, amelynek vezércikkeiben következetesen ostorozta a közélet radikalizálódását. A Katona József kör támogatásával életre hívott munkásgimnáziumot is vezette. A munkásság nemzeti irányú továbbképzését szolgáló intézményt egy év alatt munkás egyetemmé fejlesztette. 1920-ban édesapjához hasonlóan ő is a Kecskeméti Jogakadémia igazgatója lett. Többek között neki is köszönhető, hogy a jogi oktatás akkor nem szűnt meg a híres városban.